Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Azokat is, akik az elmúlt héten, múlt héten szerdán velem voltak, vagy velem voltak, és azokat is nagyon sok szeretettel köszöntöm, akik esetleg újonnan csatlakoztak. Egy picit más vizekre megyünk, és amikor készültem, akkor pont azon gondolkodtam, hogy az elmúlt héten a házi olvasmányainkkal elmentünk egy kicsit a múltba, barangoltunk egy kicsit a múltba, mert megnéztük, hogy hogyan lehet klasszikus irodalmakat feldolgozni úgy, hogy a gyerek mégis be tudja fogadni a saját életkorának megfelelően. Ugye a VUK-kal dolgoztunk az elmúlt napon, és a mai napon érdekes, mert ugye két előadás lesz egymás után, most abszolút a jelenben leszünk az elkövetkezendő másfél órában, utána pedig aki velünk marad, vagy velem marad, akkor pedig elmegyünk egy picit a jövőbe. Miért kortárs? Ugye múltkor szóltam arról, és beszéltünk arról is egy picit, mert volt, amikor egy kicsit párbeszédben is voltunk, hogy miért kell klasszikus irodalom, mert igenis a klasszikusokat is nagyon jól fel lehet dolgozni, de miért kell kortárs irodalom, és miért könnyebb dolgozni a kortárs irodalommal? Erről fogunk egy nagyon-nagyon picit először beszélni, és már is bátorítok mindenkit, ahogy a múltkor is, hogy el ne felejtsem, szeretném mondani, hogyha bárkinek bármilyen kérdése vagy hozzáfűzésni valója van, akkor nyugodtan írjon. Én ezeket különösen akkor olvasom, amikor majd a feladatmegoldások lesznek, és lesz, amit a végén válaszolok meg, mert az utolsó 10 percben egy kicsit még reflektálok az egész foglalkozásra, illetve akkor fogom megválaszolni a kérdéseket, és ezért bátran, tehát bátran lehet írni, és bátran lehet kérdezni, de lesz, amire itt fogok reagálni közben, hogyha úgy gondolom, hogy itt megszakítom egy picit a menetét. Ma is játszani fogunk, tehát nagyon rövid elméleti bemutató után megint fogunk játszani, gyakorlatokat, feladatokat megcsinálni. Megpróbáltam úgy felépíteni a mai foglalkozást, hogy talán megint lesznek benne új gyakorlatok mindenki számára, ha már egy, már akkor megéri, ha meg csak a játék öröméért, akkor is mindenkit nagyon biztatok arra, amit múlt héten is elmondtam, hogy azért érdemes részt venni és megcsinálni a feladatokat, mert sokkal könnyebb lesz ezeket a gyerekekkel, a gyerek közösségekben utána kipróbálni, mert már most kapok vissza csatolást arról, hogy mire kell majd odafigyelnem. Nekem egy picit nehezebb a dolgom ezzel az online-jal, ezt is elmondtam, mert nem hallom ugye a visszajelzéseket, de remélem most már még rutinosabb leszek, mint az elmúlt héten. Füzet, papír, és azt gondolom, hogy toll kell. Nagyon remélem, hogy mindenki elolvasta a mai olvasmányt, amire mindjárt rá is térünk akkor. Na, de nézzük is nagyon röviden, hogy miért jó az, ha kortárs, és mit érdemes olvastatni a gyerekekkel. Ugye azt mondtuk, hogy a klasszikus nagyon jó volt arra, meg nagyon jó arra a klasszikus házi olvasmány, például ugye Fekete István VUK című regénye is, hogy a gyönyörű szókincsével, a hatalmas és hosszú terjengős leírásaival a gyerekek nagyon-nagyon esztétikailag is nagyon sok pozitív hatást fejtenek ki, illetve a szókincsüket is növeli. De a kortárs miért könnyebb befogadni? Azért könnyebb befogadni, mert a nyelvezete az a mai gyereknek szól. Nem kell megfejtenünk. Ugyanazokat a szavakat használják a kortársíróink, bőrébe bújt gyerekek, ugye, mint amit mi használunk gyerekként. Aztán nem kell nagy energiát belefektetnünk abba se, hogy abba az atmoszférába belehelyezzük őket, hiszen például a mai Todó is, az a kisfiú, akivel ma játszani fogunk, akinek az érzéseit, akinek a gondolatait megismerjük, ugyanaz a kisfiú, aki lent van a lakótelepen, és nem mehet fel a dombra biciklizni, meg elmegy karatézni, és nem sikerül, és próbálgatja sorban a sportokat, ugyanezeket megélik a mindennapi gyerekek is. Nincsenek térbeli és időbeli távolságok tehát. Nem kell megismerkednünk azzal a faluval, amit például Móra Ferenc próbál bemutatni, gondoljunk mondjuk a Kincskereső Kisködmönbe,
mert ugyanaz a lakótelepi ház lesz ma, ahol aminek ugye a játszóterén játszódik, vagy a házak között játszódik a mai regényrészletünk is, amivel dolgozni fogunk. Tehát térben és időben is sokkal kisebb a távolság, vagy egyáltalán igazából nincs is távolság. És igen, így sokkal könnyebb azokat a gondolatokat magamévá tenni, azokat az érzéseket, azokat az élményeket, amit a főhős megél. Mert majd ugye együtt dobog vele a szívünk, meg együtt szurkolunk neki, meg együtt próbáljuk megfejteni, hogy én így csináltam volna, vagy nem úgy csináltam volna. Tehát százszor könnyebb azonosulni egy kortárs szereplővel, mint mondjuk egy klasszikussal. Együtt tudok érezni a klasszikussal is, nagyon együtt tudok érezni, de igenis szükség van. És ezért mondtam azt, hogy nem kortárs és nem klasszikus, hanem klasszikus és kortárs. Tehát azt gondolom, hogy mind a kettőre nagyon-nagyon szükség van. Csak legyünk rá fogékonyak, mert nekünk ezt igazából azt gondolom, hogy pedagógusként elég nehéz közvetítenünk azt, hogy évtizedekig egy klasszikus irodalmakkal dolgoztunk, és néha nagyon nehéz. Nehéz, mert ugye ez a világ nem is feltétlenül már a mi világunk, főleg, hogyha mondjuk valaki az én korombeli, vagy esetleg még idősebb is, nehéz azonosulnunk esetleg azzal a nyelvezettel, azokkal a térbeli, akár digitális világból hozott dolgokkal, amik meghatározzák a kortárs regények nagy részét, de a mai gyerekeknek valljuk be, hogy erre van szüksége, és ezért nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk erre. És akkor nézzük is meg Víg Balázs művét, mert azt gondolom, hogy nagyon jól feldolgozható, de kikkel. És itt ugye azt mondtam az elmúlt héten, hogy a VUK, tehát Fekete István VUK című regénye nyugodtan vihető harmadikba, mert azt gondolom, hogy harmadikosokkal nagyon jól fel lehet dolgozni. És most azt mondom, hogy a Todót én inkább negyedik osztályban tanítanám. A nyelvezete miatt azok, amik ezt a kisfiút foglalkoztatják, hiszen aki olvasta az egész művet, tudja, hogy egy ötödikes, tehát feltehetően ötödikes kisfiúról van szó, aki befejezte az általános iskola alsó tagozatát, tele reményekkel, tele vágyakkal. Semmiképpen sem gondolom, hogy egy harmadikosnak ez már megfelelő lenne, tehát inkább negyedik osztályosoknak ajánlom ezt az irodalmat, mert hogy egy 10-11 éves kamasznak a mindennapi szenvedései, örömei, bánatai vannak benne. És hogy miért jó a Todó? Ugye biztosan sokan ismerik a másik két Todót is, ugye, amikor a Todó kitálal az Oviról meg a Suliról című kötetek. És ez a Todó kitálal a sportról, ez azért zseniális, mert végre nem olyan gyerekről olvasunk benne, akinek minden megy, aki mindenre aranyérmet kap, aki bármilyen sportot kipróbál, csak sikert ér el, és sikerre visz mindent, hanem végre egy olyan főhőssel találkozunk, aki keresi magát, akiben nagyon nagyra becsülendő az, hogy bár nagyon sokszor elbukik, és nagyon sokszor szégyent kell vallania, de ez erővel tudja felfogni, föláll, és küzd. És azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon jó ez a regény, mert nagyon sok mindenre megtanítja a mai gyerekeket, de még minket pedagógusokat is. Tehát a hétköznapi életről szól, hogy hogyan tudjuk a kudarcokat elviselni, hogyan tudjuk a kudarcokat feldolgozni, és küzdeni vágyásról szól, mert igenis meg kell küzdeni a mindennapokért. Ezért zseniális szerintem, és ezért gondolom azt, hogy kezdjünk is bele, és mindenkit arra kérek, hogy játszon velünk, és tegye fel a kérdéseit, hogyha van, mert nagyon szívesen veszem. Akkor egy nagyon-nagyon picit próbáljunk meg átszellemülni, mégpedig úgy, ahogyan az elmúlt héten is kezdtük, mert ugye az elméletből meg itt mindenki most megérkezett a gép elé, egy picit talán nehéz áthangolódni, és én most szeretném egy picit mindenkit visszavinni
a gyerekkorába, vagy úgy a 10-12 éves korába, de ehhez talán most az kell, hogy mindenki helyezkedjen el nagyon kényelmesen, mert most nem az erdőt fogjuk megidézni, hanem megnézzük a játékainkat. Arra kérek mindenkit tehát, hogy nagyon-nagyon figyeljen, csukja be a szemét, helyezkedjen el tehát kényelmesen, és kezdődjön a játék. Mindenki képzelje el magát alsó tagozatos vagy 5.-6. osztályos gyerekként. Picit nézze meg mindenki, hogy néztem ki, milyen kisgyerek voltam, és mit szerettem nagyon játszani. Lehet, hogy még most is megvannak azok a játékok, amikkel nagyon-nagyon szerettem gyerekkoromban játszani. Egy picit idézzem fel ezt. Egyedül játszottam inkább? Vagy jobban szerettem a barátokkal játszani? Ha volt testvérem, akkor vele játszottam? Vagy ha egyke voltam, akkor mi volt a kedvenc foglalatosságom, hogyha anya vagy apa nem tudott velem játszani? Szóval nem tudom, mi történt, és bocsánat, de akkor gyorsan mindenki csukja vissza a szemét. Remélem, hogy nem fog ilyen történni. Többet. És mindenki gondoljon vissza arra, hogy amikor az anyukájának vagy az apukájának volt egy pici ideje arra, hogy játszon bele, akkor mit szeretett játszani az anyukájával, és mit szeretett játszani az apukájával. És most arra kérek mindenkit, hogy egyetlen egy játékot írjon le mindenki a füzetébe vagy a papírlapra, ami ott van, amit nagyon szeretett játszani, ami nagyon-nagyon meghatározó volt az életében. Mi volt az az egyetlen játék? Ha mindenkinek megvan, akkor azt szeretném kérni, hogy most ugye nem tudjuk egymással megosztani, de azt el szeretném mondani, ugye, hogy most úgy csináltam, hogy a saját gyerekkorunkba mentünk vissza, de a gyerekek is nagyon sokat tudnak erről. Tehát ez az irányított képalkotás, ez, hogy ugye velük is ugyanúgy el lehet végezni ezt a gyakorlatot, hiszen nekik is vannak kedvenc játékaik, nekik is van testvérük,
vagy lehet, hogy éppen nekik sincs testvérük, ahogyan Todónak sincs ugye testvére, és nagyon sok olyan inger éri őket, amikor szeretnének apával vagy anyával játszani, de nem sikerül, és nekik is vannak kedvenc játékaik, és azt gondolom, hogy ehhez a regényhez ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kezdés lehet. És nekik is vannak örömeik, és nekik is vannak bánataik, és akkor nézzük is, mielőtt elkezdenénk játszani, hogy mi minden jár ennek a Todónak a fejében. Anyu rendszeresen összeéri a tennivalóit, a határidős feladatokat, a házi munkát, a nem szeretem dolgokat. Azt mondja, hogy így nem felejt el semmit, és amikor kipipálhat valamit a listáról, az jó érzés. Alsós koromban nekem is kiírta a falamra, hogy mik az esti feladataim, de én letéptem és összegyűrtem a papírt. Aztán persze kisimítottam és visszatettem, nehogy büntetést kapjak. Nagy hülyeségnek tűnt az egész. Mostanában nekem is jó lesne, ha kipipálhatnék pár dolgot. Olyanokat írnék a listámra, hogy első, barátokat szerezni. Második, nem törődni azzal, ha szekál az óvári. Harmadik, eldönteni, hogy tetszik-e a makmóni, vagy pedig utálom. Negyedik, vigyázni, nehogy idén is kipécézze magának valaki, mint Szandi néni alsóban, vagy Szerencsi tanár úr tesin. Ötödik, megtalálni a nekem való sportágat, amiben én vagyok a legjobb. És hogy Todó mivel szeret játszani, ezzel fogunk mi játszani. Hoztam kezdőjátéknak egy rejtvényt mindenkinek. Annyit segítek, mivel viszonylag kevés az időnk, hogy ki fogok vetíteni három szót. Todó egyedül játszott játékai közül hármat kéne megfejteni. Mindenkinek annyi segítséget szeretnék adni, hogy az ABC betűivel jól játszani. És most szeretném kérni a kettes számú díját. És akkor nézzük, hogy ilyen rövid idő alatt nem tudom ellenőrizni, ki tudta megfejteni, de segítek. Ugye a megoldás az volt, hogy én mindig az ABC következő betűjét írtam le, tehát az elsőnek a megoldása, hogyha ránézzünk, akkor az volt, hogy könyv. Találós kérdéseket olvasott Todó ebből a könyvből, ugye mindenki biztosan olvasta, és önmagát szórakoztatta. Na de valljuk be, hogy a találós kérdésekre, ha én válaszolom meg, nem sok értelme van, tehát ez nem feltétlenül egy egyéni játék. A következő ugye a gitár volt. Nagy álma volt, hogy egy bandát létrehozzon, zenélhessen, mindent megtett azért, hogy gitárja legyen, de ez sem feltétlenül egyéni játék. Aztán ott volt a sakk, ugye, amivel nagyon-nagyon szeretett volna játszani, de ehhez sem volt partnere. Most akkor egy pillanatra álljunk meg, és nézzük meg, hogyha ott a gyerekekkel az osztályban lennénk. Mit ajánlanánk Todónak? Ajánljunk olyan játékokat neki, a gyerekekkel majd közösen, amivel nagyon jól tudna akár egyedül is játszani. Ugye? Hiszen egy olyan gyereknek, aki egyedül van a családban, nem egyszerű. Elgondolkodtunk már a bevezető játéknál is, ugye? Hogy bizony, aki egyedül van, nehezen tudja lefoglalni magát, de mi mindent lehetne játszani egyedül?
hogyan tudja magát egy-egy gyerek szórakoztatni? Biztos mindenkinek rengeteg ötlete lenne, és a gyerekeknek is rengeteg ötlete lesz, hogy mivel töltse el az időt, és az is biztos, hogy sokan fogják a számítógépezést, meg az Xboxot ajánlani, de azt gondolom, hogy ezen kívül is nagyon sok mindent lehet egyedül. Még akár sportolni is, labdázniként, vagy sok-sok olyan dolog van azért, amit egyedül, akár olvasni is. Igen ám, de ugye azt is tudjuk, hogy itt a történetben Dodót lezavarja az anyukája, mert olyan irtózatos hangos, hogy nem bírja tovább elviselni. Az anyuka, ugye mint minden mai anyuka, túlterhelt, a zajokat nem olyan nagyon bírja, főleg, hogyha ledolgozta az egész napot, ezért Dodónak le kell mennie biciklizni. És amire most mindenkit hívok, az egy listázás, ugyanis Dodó életében is, biztosan mindenki olvasta, listák sora van, hogy mi mindent nem szabad csinálnia. Tehát a következő játék neve a tiltások listája lesz. Az lesz a kérésem mindenkihez, hogy egy nagyon rövid idő alatt gyűjtsék ki gyorsan, gyűjtse ki mindenki emlékezetből vagy a szövegből, hogy milyen tiltások voltak. Mert úgy indult bizony ez a kisfiútnak, hogy jó sok tiltással találkozott, tehát gyűjtsé össze mindenki gyorsan a tiltások listáját. És kérem szépen a harmadik diát. Harmadik diát kérem szépen. Ha sikerült összegyűjteni a tiltások listáját, akkor nézzük. Biztosan elhangzott az anyuka szájából ugye az, hogy ne tabletezzél. A kisfiú még egy pillanatig próbálkozott azzal, biztos mindenki emlékszik, hogy hát ha a biciklizés helyett lehetne tabletezni, na de arról szó sem lehet. Aztán amikor útra kelt, még ugye megkapta, ugye, hogy föl ne menj a dombra, mert a domb veszélyes, oda az anyukák nem engedik fel a gyerekeiket. Ne menj messzebb az erkély, csak addig, amíg ugye az erkélyről jól foglak téged látni, hiszen ugye, ha minél messzebb mész, annál több veszély érhet, és ne állj szóba senkivel. No most az a kérésem, hogy mindenki ehhez a tiltó listához, amit tudunk, megkapott az édesanyjától, jogosan, vagy nem jogosan, erről ezt majd még eldöntjük. Írjon még mindenki hozzá legalább kettőt, hogy miket mondhatott még az anyuka. Itt érdemes majd a gyerekekkel úgy megíratni, hogy a te anyukád még mit mondott volna. Érdekes dolgok születnek.
No, hát azt gondolom, tárházat tudnánk nyitni ezekből a tiltásokból, mert mi szülők, de akár pedagógusok is azért tudjuk mondani, mert annyira, de annyira féltjük a gyerekeinket. Ugye, vigyázz a dolgaidra, el ne veszíts valamit, ne piszkold össze a ruhádat, gyere haza időben, el ne kés, ugye, és sorolhatnánk, gondolom mindenkinél nagyon sok érdekes tiltás van. Érdekes lehet a gyerekeket meghallgatni, és ugye itt a kortárs irodalomnak a bravúrja, ha megnézzük, hiszen pontosan ugyanezeket mondjuk ma a gyerekeinknek, amikor útra engedjük őket. Mert hogy ugyanazok a veszélyek leselkednek rájuk, mint Dodóra. Igen ám, de ugye azért a gyerek nem csak bólogat ezekre a tiltásokra, különösen akkor nem bólogat, hogyha 10 éves gyerekről van szó. Ezért most arra kérek szépen mindenkit, hogy játssza tovább velem az elegem van játékot. Az elegem van játék pedig nem szól másról, mint a puffogva elinduló Todóról, akinek tele van a feje a gondolatokkal. Elindul biciklizni, pedig nem olyan nagyon akar ugye útra kelni, és valószínűleg dühöng is magában. Az a kérésem, hogy mindenki gyűjtsön 3-4 olyan dolgot, amiből ennek a Todónak most rettenetesen elege van. Kezdhetjük úgy a mondatot, hogy elegem van abból, hogy, és írjon mindenki legalább 3 dolgot. Mit érezhet ez a kisfiú, amikor nem akar, de le kell mennie biciklizni? Kérem szépen a 4. diát. És akkor nézzük, mi mindenből van elegünk. Nagyon-nagyon érdekes lehet, ha meghallgatjuk a gyerekeket, mert Todónak is, és a gyerekeknek is biztos elege van abból, hogy anya mindent meg akar mondani, hogy nekem mindig haza kell mennem időre. Elegem van abból, hogy nekem mindig tiszta ruhában kell hazamennem. Elegem van abból, hogy én soha nem mehetek fel a dombra, elegem van abból, hogy nem hajthatom gyorsan a biciklit, elegem van abból, hogy az én biciklim nem olyan jó, mint a többieké, de talán abból van leginkább elegem, hogy nekem nincsenek barátaim, és nincs akivel lemenjek, ugye, biciklizni, játszani, mert most is csak egyedül vagyok, és sakkozni se tudtam senkivel, és nem játszott velem senki. És itt, hogyha a gyerekekkel mellé tesszük azt, hogy neked miből van most eleged. Ugye az előbb odaírták a tiltásokhoz, hogy az ő anyukájuk, az ő apukájuk mi mindent tilt meg, akkor itt érdemes összeszedni azt is, és mellé írni azt, hogy nekem miből van elegem, mert bizony nagyon sok mindenből. Nekik életkorukból adódóan most lázadniuk kell, tehát elég sok mindenből elegük van, és Todó elégedetlenkedései mellé szerintem
sokkal könnyebb oda tenni a mi elégedetlenkedéseinket. Most nem csináljuk meg, de a gyerekekkel nagyon érdemes. Ha már odaírtuk, hogy nekem mit tiltanak a szüleim, vagy nekem mit tilt az anyukám, apukám, akkor bátran fogalmazzuk meg, hogy Dodó gondjai mellett nekem milyen problémáim vannak, és miből van nagyon elegem. És akkor nézzük tovább, mert hogy Dodó ugye lemegy. Ott áll a lakótelep közepén, és amit utoljára mondtam, hogy elegem van abból, hogy én egyedül vagyok, és nincsenek barátaim, azt gondolom, az szüli a további eseményeket, de szeretnék most egy nagyon rövid szövegrészt felolvasni, mert hogy fantasztikus, ami ennek a kisfiúnak a lelkében játszódik. Szerintem nem én fordultam feléjük, hanem a bicikli mondta, hogy mindig egyedül kell játszania. Én tudtam, hogy ők hárman idősebbek nálam, és veszélyesen száguldoznak, ahogy azt is, hogy a háztömbön túlra nem lehet ellátni az erkélyünkről. De hiába mondtam ezt el a biciklimnek, nem hallgatott rám. Nem hallgatott, ugye? Mert csak is és kizárólag a bicikli volt az oka annak, hogy Dodó utánuk eredt a három fiúnak, vagy utána eredt a három fiúnak. És most szeretnék akkor egy különleges gyakorlatot végezni. Az lesz a gyakorlatnak a neve, hogy dilemmakör. Tehát dilemmázni fogunk. Ugyanis a biciklit már tudjuk, ugye, hogy menni akart, de azt még nem tudjuk, hogy Dodónak mi játszódik a lelkében. Az lesz a kérésem, meg lehet szóban is csinálni a gyerekekkel, de most azért érdemes leírni, mert akkor bele tudunk egy picit helyezkedni a főhős szerepébe. Az egyik oszlop fölé érdemes odaírni azt, hogy utánuk megyek, mert gyűjtsön mindenki majd érveket, hogy miért kell utánuk mennem. A másik oszlopba pedig az lesz a kérésem, hogy mindenki írja oda, hogy nem megyek utánuk, mert. Ide is mindenki gyűjtsön. Arra figyeljünk, hogy nagyjából egyforma számú érv legyen amellett, hogy utánuk megyek, és amellett, hogy nem megyek utánuk. Mert azt tudjuk, hogy a bicikli menni szeretne, de hogy Dodó menni szeretne, ezt még nem tudjuk. Amikor a gyerekekkel közösen olvassuk, érdemes itt megállni a szövegnél, mert hogy itt megint egy jó mélyre le lehet menni, hogy a gyerekekkel, hogy te mit tettél volna. Amikor ott vonzott az, hogy elinduljak, a biciklim már oda is arra felé kanyarodott, akkor te mennél bele a veszélyekbe, vagy inkább hátrálnál, és nem mennél sehová. Most azt kérem, hogy mindenhová írjon mindenki, közel azonosat. Utána megyek, mert nem megyek utána, mert. És kérem szépen az ötödik diát.
Tudom, hogy erre egy picikét több idő kellett, hiszen kétfelé kellett érveket gyűjteni, de akkor azért nézzük. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem hallom az érveiket. Amiket én írtam, mind a két helyre három érvet gyűjtöttem a részemről, utánuk megyek, mert lesznek barátaim. Utánuk megyek, mert végre lesz kivel játszanom, még ha nem is barátkoznak velem, de nem leszek egyedül. És utánuk megyek, mert kíváncsi vagyok rájuk. Nagyon kíváncsi. Aztán a másik oszlopba pedig azokat írtam, hogy nem megyek utánuk, mert idősebbek, és úgysem fogadnának be, és nem állnának velem szóba. Még ki is nevetnének. Nem megyek utánuk, mert anya biztos vagyok benne, hogy nem engedi, hogy utánuk menjek, hiszen ők láttam, hogy kibicikliznek az erkély távolságából, tehát ott már anya engem nem látna. És nem megyek utánuk, mert nem tudom őket utolérni. Mert ugye később ezt is megtudjuk, hogy igen nehéz munka őket utolérni. Itt vannak a dilemmák, és hogy hogyan érdemes gyerekekkel ezzel dolgozni. Amikor összegyűjtöttük a dilemmákat, akkor ugye a gyerekek már nagyon sokat dolgoznak vele. Akár csoportban is gyűjtethetjük, vagy akár páros munkában is gyűjtethetjük ezeket az érveket az egyik oldalon, illetve érvek a másik oldalon. Nagyon-nagyon érdekes megosztani egymással, de hogy hogyan döntenénk azt el, hogy te hová állnál, mert ugye az érvekkel is nagyon jól tudják egymást befolyásolni a gyerekek. Van egy játék, aminek az a neve, hogy a mérleg nyelve. Érdemes az érvekkel együtt a gyerekeket beállítani a terem közepére egy soros vonalban. Elhangoznak az érvek, akár egyenként, vagy akár párosával, vagy akár a csoportoktól, és megmondjuk, hogy merre lépj akkor, hogyha inkább utánuk mész, vagy merre lépj el akkor a sorból kilépve, hogyha úgy döntesz, hogy nem mész utánuk. És nagyon-nagyon érdekesen alakul, mert ugye az egy soros vonalból aztán jól eltolódnak, lesz, aki végig ott marad, mert nem tudja eldönteni azt, hogy hová menjen, merre álljon. Lesz, aki pillanatok alatt átáll oda, hogy menni kell, és lesz azok az emberek, akik nyilvánvalóan a megfontoltabbak, a sokkal óvatosabbak, akik meg úgy gondolják. Fantasztikus vita kerekedhet ebből. És hogy miért mondtam, hogy sokkal inkább negyedik osztályba való, többek között ezért, mert itt már a vita készsége a gyerekeknek sokkal fejlettebb, főleg ha második fél évben csináljuk meg a gyakorlatot, és még azt is meglátom, hogy ki hova áll. És át lehet állni, és meg lehet győzni egymást, de nagyon-nagyon jól kell érvelni, és amire itt még nagyon érdemes figyelni, az, hogy nehogy olyan parázs vita kerekedjen, hol az egyik érvel, hol a másik érvel. És nekem nem kell igazat adnom. Tehát nem kell megmondanom, hogy akkor tettétek jól, hogyha aki úgy gondolta, hogy forduljunk vissza, és fogadjunk szót anyának, vagy azt tette jól, aki úgy gondolja, hogy ahogyan Todó is ugye, hogy elindul, mert barátokat akar, meg kalandot akar, nekem nem kell igazat adnom, de a kulturált vitát nagyon jól meg lehet tanítani ezzel a gyakorlattal. Egy kicsit mozgásos játék is, de negyedikesek kellenek hozzá, tehát azt gondolom, hogy negyedik osztályosokkal lehet nagyon-nagyon jól megcsinálni a gyakorlatot. És miért álltál be? Tehát feltétlenül kérdezzük meg, hogy te miért gondolod, hogy elindulsz? Nem csak a biciklit, hanem te is. Te miért húzod vissza a biciklidet? És nagyon-nagyon érdekesek dolgok keverednek ki belőle. Azt tudjuk, ugye, hogy Todó elindul, és Todó felveszi a harcot. És az is érdekes, ugye, aki olvasta, biztosan megfigyelte, hogy három blokkra tagolható az az út, amin most ő itt a fiúkkal elindul. Ugye a három fiúval. Három különböző blokkot fogunk csinálni, és most az is a kérésem, hogy írjuk le egymás mellé három oszlopba azt, hogy első száguldás, második száguldás és harmadik száguldás.
Egy picit fogok segíteni szövegrészekkel is, de a következő egy komplex játékot fogunk megcsinálni, és megnézzük, hogy honnan indult Todó, mire vágyott, és milyen érzései voltak. Ezeket azonban az érzéseket színekkel fogjuk kifejezni. Tehát az érzéseket mindig színekkel fogjuk kifejezni, azoknak a fokozódását is megpróbáljuk színekkel kifejezni. Akinél van esetleg színes ceruza, az nyugodtan dolgozhat színessel, akinél nincs, az pedig nyugodtan leírhatja, hogy milyen színűnek képzeli ezt. Illetve közben fogunk játszani néma játékokat, de ezeket is kicsit rendhagyóan. Száguldásról száguldásra fogunk haladni, és akkor megnézzük az első száguldást, és az utána lévő párbeszédet. Tehát irány az első száguldás, és a párbeszéd. Az első száguldás, amikor elfordul a bicikli, mindenki emlékszik, és elindul a fiúk után. Tulajdonképpen azt sem tudja Todó, hogy hova megy, erre biztosan mindenki emlékszik. Azt is látja, hogy a fiúk nagyon élesen veszik be a kanyarokat, és félkézzel, de Todó erre még most nem képes. Tehát ő még nem mer, tehát sokkal-sokkal óvatosabb. Aztán kevésbé óvatos, amikor ugye kitalálják a fiúk azt a játékot, ez még mindig az első száguldás hevében van, hogy minél csúnyábbakat kell ugye a mellettünk elmenő idős nénikre és bácsikra mondani. Ebben először bátortalan, mert ugye ott vannak a tiltások, ott van a dilemma, hogy mondjam, ne mondjam, de aztán ugye egyre jobban belejön, és mindenféle szidalmakat mond, még a szomszéd nénire is, ugye, mindannyian olvasták, és akkor hirtelen megállnak. Ezt a részt, ezt a száguldós részt, amikor még két kézzel szorítom, de aztán egyre nagyobb vérszemet kapok, a gyerekekkel nagyon jól meg lehet színekkel. El lehet készíteni. Csak színezni. Milyen színű ez a rész? A maga izgalmával, a maga feszültségével, azzal, hogy talán életében először csúnyákat mond az idősekre, és kiabálja, és egyre jobban kiabálja. Úgy érdemes az ilyen színezést megoldani, hogy odaírni a szövegből egy-egy szót, egy-egy kifejezést ide a színekre, vagy a színek mellé. Én mindig az ilyen színezős feladatokhoz nagy csomagoló papírt szoktam adni, és azokra érdemes színezni, és a zsírkréta erre nagyon-nagyon jó, mert nem kell annyira aprólékosan használni, és nagy felületeket lehet vele színezni. Tehát úgy érdemes, hogy amikor megbeszéljük, hogy te miért gondolod, hogy az ilyen vagy olyan színű, akkor zseniális gondolatok jönnek ki, mert azt gondolom, hogy egyre fokozódott. És most az a kérésem mindenkihez, hogy itt az első részt, amit most elmeséltem, ezt mindenki egy picit tegye színekbe. Jó? Egy nagyon-nagyon rövid idő lesz rá, hogy ezt az első részt mindenki fejezze ki színekben. Szeretném kérni a hatodik diát. Thank you.
És amikor megbeszéljük a színeket, meg amikor megnézzük az egymás színskáláját, meg meghallgatjuk az egyes szövegrészeket, akkor egyáltalán nem kell egyformán gondolkodni. Egyáltalán nem kell úgy gondolni, tehát egyformán a színekkel, az érzésekkel, hanem szabadon szárnyalni. Én elmondom, hogy nekem ez az első száguldós rész narancssárga. Tehát tele van izgalommal, egy picit vörösbe menős narancssárga, de vannak benne elmosódott zöldek, már csak azért is, mert olyan gyorsan teker ez a kisfiú, ugye, hogy a bokrok szinte összemosódnak, ezt el tudjuk olvasni a szövegből, és aztán nekem fekete foltok vannak benne, mert a szitok szavak, azok a csúnya káromkodások, amikkel illetik, vagy illeti Todó az időseket, azok egy picit feketévé teszik. De még nem annyira sötét ez a szín itt. És most nem gyűjtöttem ki szavakat, mert ezzel azt gondolom, hogy nem húzom az időt meg, de nagyon-nagyon jól meg lehet hallgatni a gyerekeket, hogy mihez mit kötöttek hozzá, milyen érzést kapcsoltak. És akkor figyeljük csak, mert megálltak, és az első száguldás végén volt egy nagyon érdekes párbeszéd. Ki engedte meg, hogy velünk legyél? Kérdezte. Törtem a fejem, hogy mit lehet erre felelni, füleltem, de senki sem súgta meg a jó választ. A vezér tekintetéből egyértelmű volt, hogy nem akar barátkozni velem. Aki a második volt a sorban, utálattal méricskélt. Aki közvetlenül előttem haladt, inkább rám se nézett. Én csak bicikliztem. Véletlenül pont arra, amerre ti. Nem is akartam veletek menni. Mondtam végül. Ugye ideig tart az a párbeszéd, amiben még nagyon-nagyon sok feszültség, és nagyon-nagyon sok bizonytalanság van Todó részéről, és következőt szeretném, ha eljátszanánk, de a gyerekekkel is nagyon jól el lehet. Mindenki képzelje el azt, hogy csak az arcával játszik. Se a kéz nem mozdulhat, se a testünk nem mozdulhat, semmit nem használhatunk, csak az arcjátékunkat. Válasszunk ki egyetlen szereplőt, mert ugye egyedül vagyunk most, nem tudunk többen játszani együtt, de a gyerekek nagyon-nagyon jól ki tudják csak az arcukkal, a tekintetükkel, az egész arcjátékkal fejezni, bármelyik szereplő szemszögéből, hogy mit éreztek ebben a pillanatban ott, azok a fiúk, akik ott álltak egymással szemben. Mindenki gondolja ki, hogy kinek a szerepébe bújna szívesen, és aztán háromra megnézzük, jó? Egy, kettő, három. Igen, és meg is lehet egymásét fejteni, és nagyon-nagyon fontos az, hogy itt az első körben az csak az arc játszik, mert aztán mindjárt építkezünk tovább. Na de menjünk tovább. Magyarázkodik a fiú, hogy nem is akartam én veletek játszani, és elérkeztünk a második száguldáshoz. A második száguldáshoz, ami ugye tulajdonképpen nagyon röviden van leírva, de azt már tudjuk, hogy egy kézzel mertünk száguldani. Tehát ez egy hatalmas változás, mert elmerem engedni a kerékpárnak ugye a kormányát már egy kézzel, tehát sokkal vagányabb vagyok már, mint az előző részben. Már nem csak csúnyán tudok beszélni, hanem egyre vagányabban tudok biciklizni is. És aztán majd megint megállunk. És mielőtt jön a párbeszéd, a párbeszéddel kapcsolatban előtt, mellett ugye vannak nagyon-nagyon érdekes szituációk, ugyanis ugye elkezdik rángatni őt a fiúk. Le akarják őt a bicikliéről szedni, és ez a szituáció megint nagyon-nagyon jó, hogy színekbe öntsük. Megint zseniálisan meg lehet jeleníteni, és szöveget rendelni hozzá, vagy szövegrészt, vagy szavakat rendelni hozzá, hogy mit érez a kisfiú. Mert ugye nem csak abban érezzük azt, hogy a hangulat ugye sokkal fokozottabb, és az ő lelkében is már hatalmas viharok dúlnak, hogy csak azért is elengedi a biciklit,
hanem mert abból is érezzük, ugye, hogy ahogyan ellenáll. És most a színeket ugyan nem csináljuk meg, de biztos vagyok benne, hogy mindenkinél már ez a színekben is úgy jelenne meg, és érdemes ugyanarra a csomagoló papírra dolgoztatni tovább a gyerekeket, hogy mi az, ami változott szerinted. Ha te ott lettél volna, és veled ezek a dolgok történtek volna egyfelől, ugye egyre vagányabb vagyok, másfelől ugye kiéleződik a fiúk és a közte lévő kapcsolat, mert hogy hallgassuk csak? Tehát azért itt már keményedik. Csak azt a részt szeretném felolvasni, hogy a vezér csatlósa egyre dühösebben rángatott. Ez nem akar elesni, Gici. Szóval Gicinek hívják a banda vezért. Próbáltam gondtalan hangon megszólalni, pedig remegtem az indulattól, és attól, hogy rángatnak a biciklimen. De jó, mindig is szerettem mérleghintázni, kösz az ingyen libikókát. Gici intett a csatlósának, hogy hagyja abba. Úgy megkönnyebbültem, hogy majdnem megköszöntem neki. Szerencsére még időben észbe kaptam, és összeszorítottam a számat. És most azt szeretném kérni, hogy most ezt fogjuk eljátszani, de a második száguldás története egy picit nehezebb lesz, vagy talán könnyebb, de már a kettő dolgot össze kell kombinálni. Csak a kar és az arcjáték vesz most részt benne. A testünkkel még mindig ne fejezzünk ki érzelmeket, de a kézmozdulatokkal már minden további nélkül. Tehát tegyük az arcjáték mellé a kézmozdulatokat is, tehát a gesztusokat is, mindenképpen, és utána majd a harmadik rész végén már az egész testünkkel ki tudjuk fejezni azt, hogy mit érezhettek ezek a fiúk. Annyit szeretnék kérni, hogy most mindenki valaki másnak a szerepébe bújjon bele. Ha előbb Todó volt, akkor most legyen a banda vezér, vagy legyen a másik két fiú valamelyike, mindenki dönts el melyik, és a kéz és az arc játszik. Egy, kettő, három. Köszönöm. Biztosan nagyon érdekes arcokat és kézmozdulatokat láthattam. Ha ott lettem volna, akkor még az is lehet, hogy megérintettem volna egy-két embernek a vállát, és meghallgattuk, és kihangosítottuk volna. Mert az a gondolat, ami most Todóban, vagy akár a banda vezér Giciben, vagy Imrében, vagy ugye Gici csatlósában megfogalmazódik, az nagyon-nagyon érdekes lehet. Idáig a második száguldás, és akkor azt gondolom, hogy száguldjunk tovább, és nézzük meg a harmadikat, mert a harmadik száguldás azt gondolom, hogy az talán a legnagyobb. Ugye nevezhetjük a dombnak is, a dombos száguldásnak, és ugye amikor Todó szembesül azzal, hogy elindulnak a többiek a dombra, akkor ugye nagyon-nagyon sok minden játszódik az ő kis fejében. Most egy nagyon-nagyon picit szeretnék ebből olvasni, mert megint azt kérem majd, hogy a középső résszel nem csináltuk meg, de ezzel a résszel megint csináljuk meg a színeket. Mert nagyon-nagyon érdekes lehet. Egy nagyon-nagyon picit a hangulatából vegyünk át a szövegnek. Én már unom a rali pályát, mondta kis szünet után Gici. Ha gyorsabbak lennénk, már repülnénk. Menjünk ki a dombra. Elfordult a bandájától, és leereszkedően felén fordult. Mondjuk jóval magasabb is volt nálam. Jobban jársz, ha nem követsz minket oda is. A domb nem a tiétek, ahogy a játszótér sem, hanem mindenkié, feleltem. Most, hogy már nem rángatták a biciklimet, és indulni készültek, bátrabbnak éreztem magam. Itt egy picivel lejjebb aztán. Az első két fiú vissza sem fordult, csak a harmadik a sorban. Vigyázz, ki van kötődve a cipőfűzőt? Mondta, egyébként Imre vagyok. Nemrég költöztünk ide. Bemutatkozás helyett a középső ujjamat mutattam felé, amit talán nem is neki szántam, hanem Gicinek.
A domb. Egyenesen a dombra mentek. És akkor egy picit még később. Anyu sokszor elmondta nekem, hogy ha valamit megtilt, akkor azt nem jó kedvéből teszi, hanem nyomos oka van rá. És akkor elindult a fiú, ugye? És azt is tudjuk, hogy a dombról lefelé igen, nagyot esett. Ott már szólhatott benne bármilyen hang, mondhattak ott bármit, ugye ő elindult a dombról, már csak azért is, hogy megmutassa, és aztán igen nagy bajba került. Az a kérésem, hogy most mindenki próbálja meg egészen odáig, hogy a fiú elesik, azt bemutatni színekkel, hogy mi ment keresztül itt lelkileg a fiú. Milyen hatalmas harcok játszottak az ő kis lelkében le, ugye, hogy megtegye, vagy ne tegye, vagy elinduljon a dombon, vagy nem, meg tudja, hogy anyu kiabál meg, nem tenné, de biztos, hogy nem engedné meg, hiszen mindig ez volt az első számú tiltóparancs. De nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt színekkel helyettesíteni. Megint szeretném kérni a meddig tartasz velünk 6. diát. És akkor mindenkinél ott van, gondolom, egy színkavalkád, vagy egy szín, vagy több szín. Nekem itt ez már sötét barna, és nagyon-nagyon sok benne a piros. Mert itt már nálam piros a hangulat teljesen. Sok benne a fekete, és a szürke, ez a minden mindegy most már. Akármi lesz is, de végigcsinálom, mert ha elindultam ezen a harcon, végig kell mennem, és nem fogom feladni. És akkor nézzük mellé azt a szöveget, ugye, ami az esés után történik, mert hogy ezt kell majd megjelenítenünk, és az utolsó képet erről fogjuk mindjárt megcsinálni. Segítsetek neki! Adta ki az utasítást Gici. A fiúk kibogozták a cipőfűzőmet, ami rátekeredett a pedálra. Nem megmondtam, hogy ne gyere a dombra? Nem való kisgyerekeknek. Nézd meg magad, mit csináltál, mondta. Állítsátok talpra. Gici hozzám sem ért, de a két társa felsegített a földről, és úgy álltak, hogy beléjük karolhassak. Kísérjétek haza. Ott lakunk szemben, mutattam erőtlenül az erkélyünk felé. Halkan beszéltem, mint egy akcióhős, akit meglőttek. Mondtam már, hogy tudjuk, hol laksz, felelte Gici ingerülten. És akkor most az egész testünkkel. Az lenne a kérésem, hogy most már a nonverbális kifejező eszközeinket használjuk, ne szólaljunk meg, persze ki lehet aztán a gyerekeket is hangosítani,
De mindenki most egy harmadik szereplő bőrébe bújjon be, és nézzük meg, hogy milyen testtartást vehet föl az a szereplő. Egy, kettő, három. Köszönöm, és szinte hallottam a belső gondolatokat is. És az lehet még egy nagyon-nagyon érdekes, hogy amikor a három száguldás megtörténik, ugye addigra, ha belegondolnak, kész van csomagoló papíron, sok-sok szóval, sok-sok gondolattal, sok-sok idézettel, egy hatalmas szín skála, hogy honnan indult, és hová jutott ez a szöveg, ez a három száguldás történet, és aztán gyönyörűen mellé lehet tenni ezt a három képet. Először arcokkal, aztán kézjáték és arc, és aztán az egész testtel. Mert hogy úgy érdemes lezárni ezt a játékot, hogy fázisképeket nézünk. Mindenki ugye három szerepben volt, és akkor az első tapsra jelenítsük meg az első fényképet, a második tapsra jelenítsük meg a második fényképet, a harmadikra pedig a harmadik fényképet. Fantasztikus különben, hogy milyen hatást tud kiváltani egymás után, és hogyha középre behelyezzük mondjuk a csomagoló papírokat, és megnézzük egymás után a három fényképet, akkor azt gondolom, hogy hatalmas élményhez tudjuk juttatni a gyerekeket. Itt most nehéz megélnünk ezt, de mindenkit nagyon biztatok, hogy próbálja ki. És most meg is fogjuk nézni a három fényképet együtt. Jó? Háromszor fogok tapsolni, és akkor az a kérésem, hogy a három tapsa, a három különböző, tehát először csak arcjáték, kézmozdulatok és arcjáték, és a harmadik fénykép, amikor már ugye elindulnak hazafelé, az pedig legyen akkor a harmadik. Első. Második. És harmadik. Köszönöm mindenkinek, és amit én itt mindenképpen ajánlok mindenkinek, és amit én mindenképpen megcsinálnék még itt, az a következő. Megkérdezném a gyerekektől, ott van az első száguldás, mellette a második, mellette a harmadik száguldás. Most gondolj bele, hogy te todó vagy. Mikor szállnál ki? Karikázd be azt a számot, vagy x-eld be azt a helyet, ahol te kiszállnál. Lehet, hogy be sem szállnál. Akkor tegyél elé x-et. Fantasztikusan jót lehet beszélgetni a gyerekekkel. Mert van, aki kiszállna. Tehát van, aki az első után ott hagyná, mert nyilvánvalóan jobb belátásra térne. Van, aki végigcsinálná az egészet, mert hogy még azt is képes lenne bevállalni, hogy egy hatalmasat esik. Csak azért, mert nem merik kimutatni azt, hogy esetleg gyengébb. Vagy annyira vágyik a barátokra. És itt megint hihetetlen jó indokokat fognak a gyerekek mondani, hogy miért maradtál bent, vagy miért szálltál ki. És a következő gyakorlatban, ugye pontosan ezt szeretném még egy picit körüljárni. Kétféle gyakorlatot is csinálhatunk a gyerekekkel. Az egyik a forró szék. Beültetünk egy gyereket középre, ő lesz todó. És megkérdezhetjük tőle, hogy most, hogy elestél, hogy tönkrement a biciklid, hogy látod, hogy nem fogadtál szót az anyukádnak, szomorúságot okoztál, nem lettek barátaid ezután sem, kérdéseket tegyünk fel todónak. Nem kötelező a forró székből válaszolni. Érdemes olyan gyereket választani, aki nagyon át tudja élni, és tud válaszolni a kérdésekre, de nyugodtan lehet passzoltatni. A forró szék technika amúgy is egy nagyon-nagyon ötletes dolog, mert nagyon sok belső és mély gondolatot kihoz. És nagyon jól fel lehet vele tárni a mélyebb szövegstruktúrákat. De mi most egy másik gyakorlatot fogunk megcsinálni, ez a
mit nyertem és mit vesztettem. Mert hogy lehet, hogy nyertem egy csomó mindent ezzel. Lehet, hogy vesztettem nagyon sok mindent ezzel. És arra szeretnék kérni most mindenkit, hogy csináljon megint két oszlopot, és írja fel az első oszlop tetejére azt, hogy mit nyertem, a másik oszlop tetejére pedig azt, hogy mit vesztettem. És gyűjtsenek mindenhova legalább két-három gondolatot, hogy ebből az egész történetből, ebből a BMX-ezésből mit nyertem én tudóként, és mit nyertem, vagy mit vesztettem tudóként. És szeretném kérni a hetedik diát. Talán mindenkinek sikerült néhány ötletet gyűjtenie, mert én azt gondolom, hogy azért nyert is belőle ez a fiú. Én a következőket gyűjtöttem. Azt nyertem, hogy rájöttem arra, hogy bátor vagyok. Tehát az önbizalmam is épült ezáltal. Nyertem azt, hogy ma nem egyedül játszottam. Tehát eddig mindig egyedül voltam lent, vagy fönt egyedül sakkoztam, de ma nem egyedül játszottam. És megnyertem ma Imrét. Mert hogyha egy picit megnézzük a szövegben, akkor azt gondolom, hogy a három nagy fiú között, ha visszakerestetjük a gyerekekkel Imre szövegét, Imre mindig kedves vele. Tehát még az is lehet, hogy ezért kellett ez a nagy esés, hogy megismerhessem Imrét. Mit vesztettem ezzel? Vesztettem, azt hiszem, elvesztettem az anyukám bizalmát egy időre, mert sokkal jobban féken fog tartani, hiszen nem fogadtam szót neki. Azt hiszem, elvesztettem a lehetséges barátaimat, mert azt tudom, hogy Gici nem lesz soha a barátom, de még Gicinek a legjobb barátja csatlósa sem. Hát valószínűleg elvesztettem a szomszédnéninek a jó indulatát is egy jó időre, mert hogyha találkozom legközelebb a szomszédnénivel, akkor biztos, hogy le fogom hajtani a fejemet. És persze elvesztettem, ha tárgyi dolgot nézünk, akkor elvesztettem a biciklimet is, mert a biciklim tropára ment, és egyáltalán nem tudom,
hogy mikor fog nekem anyukám új biciklit venni. Érdekes ez, hogy a gyerekek majd mit fognak látni, és megint még tovább tudunk menni. És nem kell megkérdezni a gyerekeket, hogy szerinted a veszteségek vagy a nyerességek a nagyobbak, mert azt gondolom, hogy nagyon jól tudják ők. De az se baj, ha megláttatjuk, mert én azt gondolom, hogy sokszor a vereségeinken keresztül tudunk a legtöbbet tanulni, és Tudortól nagyon sokat. És egy következő gyakorlatra szeretnék hívni mindenkit, lassan a vége felé érkezve. A játék az lesz, hogy egy picit visszatekintünk erre az egész kalandra. Ugye az összes további történetben már sejthetjük, hogy nem fényesen végződik egyik sportkarrier sem, vagy aztán lehet, hogy a végén még egészen a végére kikerekedik. De zseniális az a derű, amivel ugye ezt leírja, és hogyan tekint vissza ez a kisfiú ezen a napon, illetve hogyan tekintenek az egyes dolgok, tárgyak és körülötte lévő élőlények arra, ami a mai napon történt. A játéknak a neve az lesz, hogy miről mesél a. Tehát a miről mesél a bárkit választhatnak, és az lesz a kérésem, mondok néhány ötletet. Jó? Tehát miről mesél aznap este például a ház? Ugye az a panelház, ami végignézte ezt az egész történetet, hiszen körülötte keringtek a fiúk, előtte áll a domb. Miről mesélt ez a ház? Miről mesél aznap este a biciklim? Az a biciklim, amit csak haza tudtam tolni, ugye? Mert olyan rossz állapotban van, és valószínűleg a kukába kerül. Miről mesél ez a bicikli aznap este? Miről mesél a domb? Mert a dombon még a vértócsa is ott maradt, ugye, ezt tudjuk. Tehát miről mesél az a domb, ami eddig tiltott zóna volt, de ma ugye nem az lett a kisfiúnál. Miről mesél a sakk? Mert a sakk ezen a délutánon ugye magányos lett, és ki tudja, mikor kerül megint kézbe. De meg lehet kérdezni, hogy miről mesél a szomszéd néni? Másnap vagy aznap este a barátnőjének? Vagy miről mesél az anyukám? Aki mondjuk felhívja a barátnőjét, és bár nem kapott odóleszidást, de azt gondolom, hogy ezt is megkérdezhetjük a gyerekektől. Miért nem szidta őt le az anyukája? Valószínűleg azért, mert nagyon megijedt. Most az lesz a kérésem, hogy mindenki válasszon egyetlen, miről mesél a. Tehát a ház, a domb, a bicikli, a sakk, a szomszédnéni vagy anyu. De lehet mást is választani, mert lehet, hogy miről mesél Gici aznap este. Bárkit vagy bármit lehet választani, és mindenki egyetlen egy mondatot írjon. Annak a szemszögéből, aki a szemtanúja volt az egésznek. Szeretném kérni a 8. díját.
Én a dombőrébe bújtam. Szerintem a domb arról mesélt, hogy ő azért nagyon-nagyon bízik abban, hogy találkozni fog még a fiúval. Sok-sok edzés után hihetetlenül ügyesen fog leszágoldani a kerékpárjával, a következő új kerékpárjával a dombon. Akinek esetleg van kedve, írja meg, de mivel rögtön letelik az időnk, ezért a zárójátékra szeretnék rátérni, amit szintén biztatok mindenkit, hogy ha van kedvük, akkor írják meg, és akkor beolvasom úgy, ahogyan az elmúlt alkalommal is ez történt. Egyetlen egy dologról nem beszéltünk, vagyis nagyon sok mindenről nem beszéltünk, de azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes momentum volt ebben a történetben, ebben a fejezetben a csengő. Ugye az a csengő, ami, hogyha megszólalt, az ember lelkében megszólalt, vagy élőben is megszólal, akkor azért fontos dolgokra hívja fel a figyelmet. És én most egy kérdést szeretnék mindenkinek feltenni, és a gyerekeknek is érdemes feltenni. Miért jó az, ha mindig van nálunk egy csengő, ami figyelmeztet minket? Tehát miért jó az, ha van nálunk egy csengő? Nem feltétlenül kézzel fogható csengő, és nem feltétlenül kell, hogy hangosan megszólaljon, de miért jó az, ha ott van az a csengő itt a fejünkben, miben tud segíteni? És akkor most mindenkit szeretném, hogyha ezen egy nagyon picit elgondolkodna, aki szívesen megírja, azt nagyon szívesen beolvasom. Akinek kérdése van esetleg, az is bátran tegye fel. És akkor egy kis idő. Még egy nagyon-nagyon picit várok. Jó, köszönöm szépen, és akkor azt gondolom, hogy tehát nyugodtan írja meg, jött kérdés most már, mindjárt meg fogom válaszolni. Csengős gondolatot még nem kaptam, lehet, hogy az is jött, akkor mindjárt látni fogom. Azért jó a csengő, mert talán időben vissza tud tartani egy negatívumtól vagy rossztól. Így van. Ha nincs több csengős hozzáfűzni való. Én valami pontosan ilyet szerettem volna mondani, hogy azt gondolom azért jó az, ha mindig van egy belső csengőnk, mert az nagyon sok rossztól tud minket megvédeni. És köszönöm szépen azt, hogy ennyien együtt játszottak velem. Nagyon-nagyon boldog voltam. Picit szomorú vagyok, hogy elment az elején egyszer az internet, de azt gondolom, hogy ezt gyorsan áthidaltuk, és talán egy picit közelebb jutottunk, és talán egy picit meg tudtam azt mutatni, hogy kortárs irodalommal hogyan lehet dolgozni, és hogy mennyi olyan közös gondolat van, ugye? Tehát egy picikét könnyebb ugye dolgoznunk vele, meg aztán egy kicsit talán bizonyos tekintetben meg nagyobb kihívás is. Azt kérdezte tőlem az előbb valaki, hogy feldolgozható-e másfél órában egy-egy fejezet a Todóból. Én azt gondolom, hogy minden további nélkül.
Tehát itt most ugye 1 és 1/4 óra alatt én még egy picit, tehát 1 óra 20 percre terveztem az egész előadást, meg lehet csinálni. Főleg, ha csoportmunkában dolgozunk, nagyon-nagyon sok feladatot megcsináltunk, tehát természetesen nem is kell mindent, bár azt gondolom, hogy a folyamat szempontjából így érdemes. De jött még egy következő kérdés, azt szeretném megkapni, hogyha, mert arra még nagyon szeretnék reagálni. Mennyi időt fordítanál Todóra? Én azt gondolom, hogy egy nagyon pici türelmet kérek szépen. Összesen 6 fejezetből áll, én szerintem ezt 6 hét alatt fel lehet dolgozni. Ugye múltkor említettem azt, hogy én nagyon ajánlom a heti 1 órát. Ezt nagyon szívesen elolvassák a gyerekek egyedül is, tehát ajánlom mindenkinek, nyugodtan föl lehet adni, de közösen is lehet olvasni, mert ugye én is olvastam. Kiadhatunk a gyerekeknek közben szövegrészeket, amikkel dolgoznak, különösen ha csoportmunkában. Például annál a feladatnál, amikor ugye párhuzamosan néztük a szágoldásokat. Tehát ahhoz, hogy ugye színnel tudják ábrázolni, érdemes kiemelni szövegrészeket, de én azt gondolom, hogy egy fejezettel, 1 dupla órában meg lehet birkózni minden további nélkül úgy is, hogy szövegrészeket olvasunk fel belőle a gyerekeknek. Múlt héten volt szó arról, hogy olvassuk együtt a gyerekekkel a feldolgozandó szöveget. Ez alkalmazható az Todóra? Szerintem minden további nélkül. Igen, igen. Tehát ha van rá idő, akkor nagyon jó lehet, és nagyon jókat derülnek rajta. Emeltem ki olyan szövegrészeket is, csak itt ebben a fejezetben pont nem volt, lehet olyat is játszani, mert szerettem volna nagyon beletenni, csak nem találtam megfelelő mondatokat, hogy ahol ilyen igazi szlenges kis tinédzser szöveg van benne, amit már ugye a negyedikesek nagyon sokszor használnak, és akkor írjuk át mai nyelvre, aztán megadnám a szlenges szöveget, és aztán fordítva, nem, tehát hogy hogyan használjuk azt kultúrát a nyelvvel, nem gondolom, hogy a szleng nem kultúrát, de az ő nyelvükön, és oda-vissza átírni, vagy megkeresni mondatokat, mondatmegfeleléseket, körülírni egy szlenges mondatot, választékos nyelvhasználattal, és akkor megkeresni, hogy melyik mondat az a szövegben. Mert az azért is nagyon jó. Egy-egy fejezet szerintem elég jól átlátható, de itt megint azt szeretném mondani, hogy 4. osztályban átlátható nagyon jól. Tehát azért egy 3-osnak ezek a fejezet hosszúságok még egy picit hosszúak, és azt hiszem, hogy bebizonyítottam, hogy azért nagyon sok olyan mély gondolat van benne, ami már sokkal inkább azt gondolom, hogy egy 10 éves gyerek gondolatvilága, vagy egy 11 éves gyerek gondolatvilága, mint egy 10 éves gyereké. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy egy 4. osztály. Nem tudom, hogy van-e még valakinek kérdése. Ha nincs, akkor szeretném nagyon megköszönni az aktív munkát. Szeretném megköszönni azt, hogy sokan 2 héten keresztül itt voltak velem, szurkoltak nekem, és remélem, hogy amit múltkor is mondtam, hogy mindenki egyetlen egy gyakorlatot elvisz, az már szerintem nagyon jó, és hajrá kortárs irodalom, hajrá klasszikus irodalom, és a kettőnek az összhangja csak élménnyel, mert akkor a gyerekek nagyon-nagyon fognak szeretni dolgozni, szeretni olvasni, és falni fogják a könyveket. A Todót meg mindenképpen, mert az a szívükből szól, azt gondolom. És ez az első fejezete a Todónak igazából, de félelmetes, hogy milyen szenvedéseken megy keresztül, és mennyi humorral, míg aztán a végén, de nem árulom el. Akinek most nem volt ideje elolvasni, nagyon ajánlom, hogy olvassa el, mert szerintem zseniális. Nagyon-nagyon jó. Olyan igazi kortárs. Köszönöm szépen. Ha nincs senkinek több kérdése, akkor mindenkinek nagyon jó pihenést ma estére, és további jó együttmunkálkodást a gyerekekkel. Viszont hallásra, viszont látásra.